Szia, Bátfő Norbert vagyok, programozó, ez pedig a Quantum Tudatos Foci Szimulátor első videó tutoriálja. A Quantum Tudatos Foci Szimulátor egy forradalmian szerényen új szimulációs környezet, amelyben azt a kognitív problémát vizsgálhatjuk, hogy hogyan alakítjuk ki a valóság fogalmát. A focin tehát jóval túlmutató dologról van szó, de akkor miért mégis foci? Azért, mert a foci a valóságnak egy erősen leszűkített és jó definiálható rész problémája, ahol például az a kérdés merül föl, hogy adott szituációban az a labda bemegy, vagy úgy alakul, hogy az a labda nem megy be. És nem az, mint mondjuk a galaxis útikalapoznál, hogy mi a 42. Nem beszélve arról, hogy ha sikeresek leszünk, akkor ebben a témában a Skynet nem fog a végén öntudatra ébredni. Mit ad vissza majd a foci világának? Azt, hogy ebben a modellben a hazai pálya előnye és a szurkoló hozzájárulása a sikerekhez vagy a sikertelenségekhez, azaz a valóság kialakításához triviálisan objektív, ezért tárgyalhatóvá válik, vizsgálhatóvá válik. A kvantumtudatos foci alapfogalmait ebben az Archive cikkben vezettem be. Ezt innen le lehet tölteni, le lehet olvasni. Itt azért azt meg kell jegyezni, hogy a szimulátornak az elképzelése az feltételezéseken és nem megfigyeléseken alapul, így egy tökéletes intuitív úrásnak tekinthető a sötétbe. De ha programozó vagy, akkor remek kihívást jelenthet, hiszen egy klasszikus foci szimulátornál azzal a modellel állunk szembe, hogy a szimulációs szoftver diktálja a valóságot a kis számú csatlakozott kliens programnak, még a mi esetünkben a szimulációs szoftver az nem szimulál, hanem csak kiválasztja a nagyszámú kliens által beküldött, általuk elképzelt valóságból azt a valóságot, amit aztán a következő pillanatban az összes kliens a valódi valóságnak, közös valóságnak fog elfogadni. A kliensek nagyszáma onnan fog jönni, hogy vegyük mondjuk a 2011 játékost, a 2x néhány staffot, mondjuk a gyúrót, az orvost, az edzőt, a pályaedzőt, a vezetőedzőt, aztán a menedzsereket vagy a bírókat, és mondjuk ha Barnabaut tekintjük, akkor vehetünk 80 ezer szurkolót konkrétan a stadionban, és még néhány pár százezer vagy akár milliós nagyságrendű kanapé krumpli szurkolót a televízió előtt. Jó, a jelen tutoriálban javaslom, hogy a YouTube-on itt a kis fogaskerék alatt a minőséget azt HD-re állítsuk. Jó, aztán ugorjunk el a projektnek a szájtjára, a SourceForge-on, aztán onnan töltsük le a projektet, itt az Archive cikket kiegészítő szerver és az első kliens csapat, az a Sucker Zombi, az a Football Zombi, ami arra utal, hogy mennyire kenik vágják jelen pillanatban ezt a játékot, hát nyilván elég kevés, ezt majd fogjuk látni a videón. Ugye letöltődik, itt van, ezt bemásoljuk a QCSS könyvtárba, aztán a szimulátor mellé lehozunk egy megjelenítő programot, ami képes nekünk megjeleníteni a vizuálisan is azt, hogy hogyan játszik ez a Sucker Zombies csapat ebben az új szimulációs környezetben. Ez is megvan, ezt itt bemásoljuk. Jó, akkor kezdjük a szimulátorral, kicsomagoljuk. Lássuk, hogy itt vannak-e, valóban itt vannak. Azt mondjuk, hogy kitaroljuk és közben ki is csomagoljuk. Jó, belépjünk a projekt könyvtárába. Ez egy autokonfos projektnek készítettem el, tehát le kell konfigurálni. Jó, a konfigurációs során elkészülnek a makefile-ok. Itt fontos, hogy ez egy boost alapú program. A SourceForge-on is meg lehet nézni, de nyilván a letöltött csomagban is ott van a readme file-ban, hogy mondjuk megnézzük, itt van a readme file alján, hogy a boost-nak telepítve kell lenni a rendszeren, ezt feltette csomagból, de ugye ezt két egyszerű parancsol, parancsolból is fel tudod tenni, ha megvan, akkor a makefile-ok elkészültek. Lefordítjuk a projektet, ez le is fordult, aztán indítunk még egy ablakot. Itt kicsomagoljuk a megjelenítő programot, XVF. Ez egy Qt alapú program, itt belépünk ebbe a könyvtárba. A QMake-kel legeneráljuk a project file-t, aztán elkészítjük a makefile-t, ezt is lefordítjuk, ez is fordul, le is fordult. A szervert elindítom, ez indul, aztán indítok még egy ablakot, ahol mondjuk elindítom a klienseket, ez szintén az SRC alatt a Q
QCSS ágensek indulnak. Ugye most egy programban indultam el, gyakorlatilag minden egyes ágens majd egy búszál fog reprezentálni. Persze ezek lehetnek különböző processzek is, de nyilván ez most a problémás, annyi processzek elég kevesen lehetnek. És akkor nyitunk még egy ablakot. Itt a program kiírja, hogy jelet kell nekünk küldeni, hogyha indítanak velük a szimulátort. Elindítottuk. Aztán akkor indítjuk a megjelenítőt. Ugye egy könyvtárról visszábról. Itt lesznek a logfájlok. Látjuk, hogy ágens fájlból rengeteg van, ugye? Mondjuk nézzük csak a 11-es kezdetűt. Úgyhogy nézzük a valóságot, tehát nem a kliensek képzeletét, hanem a szerver oldali szimulációt. Lássuk, hogy néz ki. Ugye most ennek annyit kell tudnia, hogy most minden egyes ágens, labdarúgó és szurkoló is ugyanazt a szimulációst képzeli el, ahol most a random dolgokat kikommenteztük ebben a 0.24-es verzióban, tehát azt kell látnunk, hogy gyakorlatilag egy folytonos játékot tudnak produkálni, persze most is passzolgatnak egymással, de úgy látszik, hogy ez a teszt is mutatja, hogy ez sikeres.